Életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti portré. A mai heti portré vendége Zeffer András billentyűs, énekes és zeneszerző, a P-Mobil egykori tagja és a Mobilmánia zenekar alapítója. Zefi közel 10 éve gyógyult fel akut leukémiából, Ősejt és Rock'n'Roll címmel könyvet is írt a betegséggel való küzdelméről. A Mobilmánia zenekarral rendszeresen fellép Ferencvárosban, legutóbb a lakótelepi mulatságon zenéltek együtt a publikumnak. András, emlékszel életed első zongora leckéjére? Igen. A váltott kézzel kellett egy ujjal, egy-egy hangot jobb oldalon, bal oldalon, a magas és a mély hangok között ilyen felváltva kellett így billegetni. És azt nézte a zongoratanárnő, hogy a kettő között eltelt idő, a pontosság, a timing az a helyén van-e, hogy gyakorlatilag a ritmusi érzék megvan a növendékben. Hány éves voltál akkor? Öt. Öt évesen. Hát igen, mert nálunk a családban édesanyám zongorázott. Zenepedagógus is volt anyám, a főiskolát elvégezte, és ezért nagyon szépen zongorázott esténként, amikor a család összeült. Ez nekem borzasztóan tetszett, egész kicsi korom óta ezt hallgattuk otthon, többször esténként körbeültük, és akkor zongorázott. A nővérem pedig, aki 3 évvel idősebb tőlem, ő már zongorázott, tehát amikor én 5 éves voltam, ő akkor 8 éves volt, és akkor már 2 éve ő szépen egész szép kis darabokat játszott. És mindig utána lejátszogattam fül után nagyjából, amit úgy próbáltam hallani azokat. A hangok mindig stimmeltek, mert rendkívül jó hallásom volt. Erre fölfigyelt az anyu, és akkor elvitt a zongora tanárnőhöz, hogy a zeneiskolában nézzük meg, mit lehet csinálni. És akkor mondták, hogy elkezdjük 5 évesen, igazából ebből különösebb gond nem lehet, megpróbáljuk. És aztán onnantól kezdve, hát már 16 éven keresztül folyamatosan. De ugye eleinte még klasszikus darabokat játszottál. Hogy keveredett bele végül is az életedbe a rock'n'roll? Hát igen, én klasszikus zenét tanultam nagyon-nagyon sokáig. Van egy unokabátyám, aki szintén zenész, és ő idősebb tőlem 4 évvel, és mindig tanított engem, főleg a lemezeket. Ő volt egy nagy lemezes, ahogy a lemezes bandák voltak Budapesten, és mindenki hozta be a külföldi lemezeket, és akkor összeültünk, azt is hallgattuk, ugye később már 12 éves korom után főleg, és akkor magával ragadott a Yes, az Emerson, mindig nagyon komoly billentyűsöket mutatott nekem. Én neki sokat köszönhetek, mert igazából az egész pop-rock világba, a könnyű zenébe ő vezetett be engem. És akkor jött a Deep Purple, Uriah Heep, Hammond Orgona Sound, és wow, és akkor egyszerűen magával ragadott a dolog. Hogy indult a pályafutásod a P-Mobilban? Hát mi az SOS együttesbe kezdtem a profi zenei pályafutásomat Szegvári Gáborral, aki nagyon-nagyon komoly előadó volt, nagyon jó énekes. Ő egyébként a P-Mobilban egy egész nyarat végig énekelt, és azt a nyarat én sokszor végignéztem a Budai Ifi Parkba. És akkor volt bennem egy olyan, még trióba játszottak, hogy de jó kis banda ez, de jó lenne egyszer valamikor itt billentyűzni. És hát sikerült. Végül is, amikor Bencsik Samu és a Cserháti Pityi barátomék eljöttek a P-Mobil együttesről, mert az ottani irányítással és vezetéssel nagyon nem voltak megelégedve. Akkor, miután a poszt megürült, mi úgy gondoltuk az SOS gitárosával, hogy megpróbálunk behelyezkedni ebbe a pályára, és elmentünk a Lóránt lakására, és hát konkrétan mondtuk, hogy itt vagyunk, próbálj ki minket, aztán ha kellünk, ha nem, nem. És akkor volt egy meghallgatás a Csepelen a Papírgyár klubjában, hát megfeleltem a meghallgatáson. Kékesi Bajnok Laci rögtön mondta, hogy ez rendben van, és akkor kimentünk, mindjárt valamit ittunk ennek örömére, és mondtuk, ezzel elég sokat ittunk. Sokat voltunk együtt, úgyhogy csak annyit, hogy azóta eltelt 37 év, és a Kékesi Bajnok László mindig velem van egy zenekorban. És hogy emlékszel vissza erre az időszakra, tehát hogy addig, ameddig a P-Mobilban együtt játszottatok? Hát én azt gondolom, az életem egyik legmeghatározóbb része. Én csak a Szépre emlékezem című dal tudnám idézni. Igazából abban nem is volt semmi rossz. Tehát működtünk, nagyon jó barátok voltunk, nagyon jó haverok voltunk. Hihetetlen módon az ottani zenekarvezető az egyik legjobb barátom volt hosszú-hosszú éveken keresztül. Ez megváltozott az utóbbi időben, egészen érdekes módon. De akkor tényleg csak arra emlékszem, hogy együtt bandáztunk, bulisztunk, minden nap játszottunk. 1997-ben ugye többed magaddal együtt elhagytad a P-Mobilt. Mi volt ennek az oka? Hát konkrétan az, hogy elhagytam, az egy jó kifejezés, ez konkrétan úgy történt, ezt most nektek elmesélem a televíziónak, elmondom mindenkinek, hogy a P-Mobil zenekarvezetője fölhívott engem a lakására, illetve hát az irodába, és
az asztalhoz leültetett, és ő mondta, hogy Zefikém, azért hívtalak, mert oda került a zenekarhoz egy menedzser, hogy vele kitalálták azt, hogy átalakítják az egész zenekart, és elsőként Anyagi Pétert és Kékesi Bajnok Lászlót a zenekarból kirúgják, menesztik. Tehát nem óhajtanak tovább velük együtt dolgozni. Esküszöm, gyerekek, hogy úgy voltam, hogy én se köpni, se nyelni nem tudtam. Hát én sok döntésben vettem részt, sok döntést hallottam, sok döntésnek voltam a résztvevője, de ekkora marhaságról még nem hallottam, hogy egy zenekar megváljon évtizedekig működő énekhangjától, ami a legeslegfontosabb, én azt gondolom, egy rockzenekar életében, és attól a másik embertől, aki már akkor hosszú időn keresztül, tehát 22 vagy 24 éve akkor a P-Mobilnak volt a tagja. És akkor lényegében neked szegezték a kérdést, hogy akkor most... Nem is kérdést szegeztek nekem, csak közölték velem a tényt, hogy ez így lesz, aha, de továbbiakban az Efikém a dalokat írni kell, a lemezre készülni kell, és akkor kérdeztem, hogy hát ki lesz az énekes, hát kinek fogunk dalokat írni, hát én ezt tunyorak bármikor, hát ez a hang az egy csodálatos hang volt. Ezzel a bizonytalansággal mondtam, hogy én erre most nem tudok semmit mondani, fölálltam és eljöttem. És akkor ez volt talán egy csütörtöki vagy pénteki napon, és a vasárnapi Blikkbe, arra azért emlékszem, a hátoldalon volt hatunkról egy fotó, és akkor már mind a háromunknak a feje pirossal ki volt x-elve. A tiéd is. Igen, de gyakorlatilag én is ki lettem rúgva. Tehát ezután megalapítottátok ugye a Tunyogi Rock Bandet. Igen. Mennyire voltak stabilak az alapok? Mennyire voltatok így magabiztosak ezután? Itt lényegében elkezdhetek konkurálni az akkori P-Mobillal, hát abszolút, igen. Tehát akkor ezzel a döntésével a zenekar vezető azonnal a P-Mobil mellé, alá, fölé rendelte egy konkurenciát, abban a másodpercben. Amit mi nem annak tekintettünk, de minket nem, azért nem lehet megállítani. Tehát mi zenész embereknek születtünk, szerzőknek, alkotóknak, előadóknak, ezt nekünk, minket az Isten erre teremtett, nekünk ezt a dolgunkat el kell végezni. Úgy gondolom. Ugye közel 8 éves volt a zenekar, amikor kiderült, hogy Tunyogi Péter leukémiás 2004-ben, és 2006-ban pedig rólad is kiderült, hogy te is leukémiás vagy. Te hogy reagáltál, amikor kiderült Tunyogi Péter betegsége, illetve a sajátod? Nagyon érdekes a dolog. Tudnék, 2004-ben Tunyóról kiderült, hogy beteg. Ő nem mondta, hogy a leukémiának egyik válfajában szenved. Igazából egy nagyon komoly csontritkulásos és csontvelő problémája volt, és ott elkezdték kezelni, meg is operálták őt ezzel kapcsolatban. Az operáció egyébként jól sikerült, de rendkívül romlott az állapota, legyengült, egyébként sem volt egy nagy alkat, egy izmos, húsos valaki, tehát neki elég nehezen ment fel a dolog. Amikor ő ezt mondta, hogy Zefi, most egy darabig nem tudom, hogy mi lesz velem, csináljátok tovább, és akkor majd a műtet után jelentkezem. Műtet után jelentkezett, akkor a TRB-be a Csuka gitározott, majd később Lukács Péter került a zenekarba, Závodi Janóval együtt, és a próbán kiderült, hogy Tunyó szomorúan közölte, hogy az állóképessége rendkívül gyenge, ő nem tud végigcsinálni, nem úgy egy másfélás koncertet, de még 10 percet se. Kikísértem az autójáig, átöleltem, mondom, Tunyó, majd valahol, valamikor, de mi mindig itt vagyunk. Hát azt mondom, az FIN, ezt valószínűleg nem fogom tudni csinálni. És akkor nekünk tovább kellett menni, és ekkora T betű elmaradt. Majd mondta, hogy a TRB nevet azt ne használjuk, tehát nekünk maradt a Rock Band. A Rock Band, a Rock így Band, van. Igen. És akkor az a feladat szakadt a nyakamba, hogy Tunyogi Péter, Tunyó drága barátom után ezeket a dalokat én kezdjem el énekelni, az új dalokat én énekelni, tehát énekel a frontember ennek a zenekarnak. És az ének akkor jó, ha minél többet énekel valaki. Tehát minél az éneknek az a nyitja, hogy állandóan, minél többet, és akkor előbb-utóbb kialakul az a hang, kialakul az a sound, kialakul az a stílusérzék, az a technika, amivel aztán az ember megszólaltatja önmagát, amit aztán továbbad a közönség felé, vagy elfogadják, vagy nem. És mondhatjuk azt, hogy mire kialakult, akkor derült ki, hogy 2006. Igen, júliusában, ugye, hogy te is leukémiás. És egy döbbenetes dolog, hogy amikor kiderült rólam ez a leukémia, és bevittek a kórházba, akkor közölte az orvos velem, sokszor említettem már, hogy uram, magának 4 napja van hátra még az életből. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor most elmegyek haza. A Rock Band-del le volt 80 előadásunk kötve, azt mind le kellett mondani, a zenekart összehívtam, mondtam, hogy gyerekek, ez történt, ráadásul nekem az akut mieloid leukémia volt, ami napokon, órákon belül ölő betegség. Ez egy nagyon agresszív betegségről van szó. Agresszív, és ezért is mondták ezt a 4 napot,
Mondtam a dokinak, hogy még van hátra három, akkor hazamegyek. És nagy dolog a butaság bizonyos szempontból, amikor nem nagyon tudja az ember, hogy mi is az a leukémia. Most 4 nap van hátra, jó. És a másnap, mikor nem tudtam a lábamat fölemelni a lépcsőn, akkor gondoltam, hogy ez egy komoly dolog lesz. És akkor aztán jött a küzdelem, és 1 éven keresztül kórházban voltam, csontvelő átültetés, donorkeresés, Sterilszoba, minden, amit el tudsz kezdeni, sterilmentő, teljes testbeszúg, besugárzás, kemoterápiák, tömkelege, 3-szor hullott el a hajam síkkopaszra. Szerencsé, hogy 105 kiló voltam akkor, és 52 kilót fogytam. És ugye közben egy naplót is publikáltál akkor az interneten, tehát a kezelési periódus alatt. Ennek mi volt az oka? Miért tetted publikussá azt, hogy mi történik veled ebben a periódusban? Igazából rendkívül érdekes volt az egész, minden szempontból megélni. Én többször láttam magam kívülről az ágyba, hogy bent az, ott fekszem, az már azt jelenti, hogy majdnem ilyen klinikai haláleset szindróma állítólag. Én csak ezeket megéltem, de nem nagyon tudtam, hogy mi történik velem. Akkor a donornál kiderült, a testvérem rögtön betalált, 100%-os sejtazonossággal rendelkezett, ami azt jelenti, mintha klónozva lennék, azt mondta az orvos, hogy ilyen nincs. Ezek történtek nap, mint nap. Úgyhogy... Úgy érezted, hogy meg kell, hogy osszad ezt ezek szerint? Úgy éreztem, hogy meg kell osztam a közönséggel ezt az egész dolgot, mert érdekes dolgoknak voltam a résztvevője folyamatosan. Ami a legjobban esett az egész betegség alatt az, hogy értem, mert rengeteg pénzbe került az egész kezelés. A zenész barátaim, 140 kollégám adott egy segélykoncertet a Petőfi csarnokba. Az teljes teltházal zajlott, és közben a kórházból telefonon beszéltem a közönséggel, és elég megható volt, és hirdetve, bármit kértem, üvöltötték vissza a telefonon, a riporteri berakta a mikrofonba, és mondtam, hogy férfiak, ordítsatok, és üvöltötték, mint az állat. És ez is borzasztó nagy erőt adott nekem a közönségnek, a csoportba verődve imádkoztak értem, de nem csak Magyarországon, hanem Amerikában, Görögország, ahol magyarok voltak az interneten keresztül, mindenki arról biztosított, hogy meg fog gyógyulni. És ez nagyon-nagyon jól esett. Kivéve egy zenekar nem vett részt ezen a koncerten, a P-Mobil együttes, akik közölték, hogy a segélykoncertek mindig úgy zajlanak, hogy a pénz eltűnik, és gyakorlatilag ennek semmi értelme nincs. Hát nem tűnt el a pénz, másnap a feleségem Elmes Vájza megvette a gyógyszereket, kifizettük azokat a borzalmas költségeket, amik egyébként a kórházban felmerültek, egyéb minden kezelési költségeket, tehát nem volt igaz ez a történet, és hála Istennek ez nagyon jó sikerült. Te folyamatosan tudtad, hogy ez nem végződhet, másképp én életben fogok maradni? Hát abban a pillanatban, amikor azt mondta a doki, hogy 4 napon van hátra, akkor hangosan fölrögtem, mondom, hogy meglátjuk. 5 nap múlva nem tudod elkezdeni, mekkora pofám volt. Na, mondtam én, és akkor jól van, jó, 3 szem nyugtatót, akkor adjunk be. Mert hogy már 1 napot nyertem a 4-hez képest. Akkor az annyira megerősített, hogy jött a 6., 7., 8., én mindig itt vagyok. És aztán voltak nagyon válságos időszakok, de akkor is már mit tudom, túl voltam a 2 hónapon. És a másik az, hogy van a szakmában egy nagyon kedves barátom, van a Karcsi, van a Károly, a világító technikusok egyik régi-régi ikonja ebbe a szakmába, fölhívott telefonon, Zefikém, hallom, mit történt, úristen, szinte bőgött, nagyon-nagyon jóban vagyunk. És mondom, Karcsikám, ne foglalkozzál ezzel, egy év múlva nyilván lesz egy visszatérő koncertem ebből az állapotban, és akkor Petőfi csarnokban tervez meg a világítást, és csináljatok meg, hogy minden oké legyen. Fölhívta a nejemet, hogy hú, Zefi, lehet, hogy megbolondult, azt mondja, hogy ez elképesztő. Ez most is azzal foglalkozik, hogy egy év múlva mit csináljunk, hogy világítsuk, hol lesz a hangosítás, hol lesz buli. És tudod, ez nagyon nagy dolog, hogy az embernek legyen jövőképe állandóan. Ha van, akkor az visz és röpít tovább. Nekem úgy általában, amit elterveztem, azt mindig végigcsináltam. Több-kevesebb sikerre, de végigcsináltam. Ezt is végigcsináltad, felgyógyultál ugye a leukémiából, és 2008-ban megalapítottátok a Mobilmánia zenekart. Hogy jött az ötlet, hogy újabb zenekart alapítsatok? De én akkor nagyon friss voltam, elég érdekes is voltam, és akkor a Mobilmánia zenekart létrehoztam a mindenkori énekesekkel, Tonyogi Péter, Viki Dál Gyula, Rudán Zsó, Kékesi Bajnok László és én voltunk az alaptagok, az akkori rockbandnek a tagjai voltak a kísérőzenészek, és igazából én azt hiszem, hogy olyan bandát hoztunk létre, ami egyedülálló volt, és annak az évnek, a 2008-as évnek a legnagyobb robbanása volt. Elvileg 50 koncertre szerződtünk, hogy ezt megcsináljuk, és akkor volt egy szép emlékünk.
De aztán közben telt múlt az idő, az 50 koncerten régen túl voltunk, nem akartuk abba hagyni, és Miki Dágyoszi rengeteget ötletelt, tunyogipet, szóval jó volt az öregekkel együtt megint egy bolyba lenni, és szerettük a múltunkat rettenetesen, de akartunk valami jövőt, és akkor jött Horváth Attila az ötlettel, mert akartunk egy lemezt fölvenni, ezeket a régi számokat fölvesztük így, és akkor ott a vége. És akkor Attila mondja, hogy gyerekek, de hát képesek vagyunk mi egy új lemezt csinálni, próbáljuk meg. Tehát nem a régiből éljünk, hanem próbáljuk meg. És akkor csináltunk egy új lemezt, vadonatúj dalokkal, mindenki persze énekelt benne, és így a mobilmánynak kialakult egy jövőképe. Nem sokkal később pedig sajnos ismét jött egy tragédia, ugye Tunyogi Péter balesete. Igen, igen, és ez egy borzasztó hír volt. Gyakorlatilag otthon feküdtem az ágyamban, és csörög a telefon éjjel. 11:30 körül, ha jól emlékszem, és mondja valaki, hogy XY mentő orvos vagyok, és hogy ismeri a Tunyogi Pétert. Hát hogy ne ismerném, akkor voltunk stúdióban az első lemezünkkel, és pont azon a héten kellett volna Tunyónak énekelnie. Irgalmatlan jól énekelt. Szóval, ahogy telt az idő, és ahogy öregedett, olyan énekhang, olyan dolgok szakadtak ki belőle, hogy ez valami embertelen. És én megkockáztatom, hogy Viki Dágyoszi és a Tunyogi Péter is, ha a világ bármely pontján énekelnek, mind a kettő világsztár. De hát itt is nagy sztárok. Itt születtek. És ez ítélet, hallott kell ennyiért, nem tudom, nincs erről mit sokat beszélni, ők ezt választották, én is ezt választottam. Berohantam a kórházba, mondták, hogy hova szállítják, és ilyen 13:30-kor, hát láttam, hogy nagyon nagy a baj, elesett, megsérült, deréktől lefele le is bénult, és mondták, hogy hát nagyon nem tudni, hogy mi lesz a műtétnek a kimenetele, koponyalapi törést kapott, műteni kellett. Engem megismert, így fogta a kezemet, így fogta a kezünket. Az ágya fölött tolták ott, akkor én voltam az, aki a műtét előtt az egész előkészítést mondták, hogy maga a rokonom, mondom, hát tulajdonképpen igen. És akkor mindent végigcsináltam ott vele, amit kellett átöltöztetni, lefüldetni, stb. Rettenetesen szomorú helyzet volt, és akik tolták be a műtőbe, akkor még a Tunyó utolsó szavazott, hogy csináljátok, menni fog ez. És utána soha többet nem láttam. És aztán megfogadtuk ezt a tanácsot. És tovább vittétek tovább a zenekart. A mobilmániát. Miki Dágyoszi nagyon-nagyon sajnálta ezt a helyzetet, akkor a következő évet szinte nagyon-nagyon ritkán volt, hogy kihagyta, nem tudta földolgozni. És aztán utána a következő évben, tehát rá egy évre megint elkezdtünk egymáshoz közelíteni. Gyuszikám, hát végül is azért csináljuk. Hát igazad van, jó, addig sem voltunk külön egymástól, mert itt ott találkoztunk, beszélgettünk nagyon sokat. Gyulával rengeteget beszéltem az elmúlt 10 év alatt a mobilmánia időszakában. Nagyon sokat ötleteltünk közösen, nagyon sok mindent alkottunk. És aztán végül is úgy alakult a dolog, hogy azt az időszakot Rudán Joki vitte végig, mint főénekes. Gyula néha-néha beszállt, és tulajdonképpen utána aztán sorba jöttek az énekesek, mert 5 év után Rudán Joki szólópályára lépett, és akkor jöttek az énekesek sorba. Most van egy csodálatos új énekesünk, a Gamsz Árpi, Vikidá Gyula folyamatosan, úgyhogy én azt gondolom, hogy rövidesen megéljük a 10 éves jubileumot. Ugye jövőre, 2018-ban egy nagyon fontos év következik a mobilmánia zenekar életében, illetve hát a te privát életedben is. Hogy készülsz 2018-ra? Hát Miki Dágyoszival mertünk egy nagyot álmodni. Azt mondtuk, hogy 70-60, mobilmánia 10. Ezt a 10 évet végül is együtt csináltuk végig, a maga örömeivel és bánataival együtt, rengeteg lemezzel. És azt mondtuk, hogy csináljunk egy olyan jubileumi koncertet, ami nagyon maradandó lesz, egyszeri és megismételhetetlen, vonuljunk be a Budapest Sportarénába. Nekünk mindig álmunk volt ez, mindig álmunk volt, és soha nem tudtuk úgy megvalósítani vendégként, külön kis műsorként, mindig ott voltunk a kollégák mellett, de önálló nagy arénák még nem volt. És akkor jött ez a lehetőség, hogy 2018. január 6-án, ami nagyon érdekes dolog, mert nézegetett a naptárt, hogy úr, január 6-át az vízkereszt napja. Úgyhogy ez is ugye a hagyományok szerint vízkereszt az mindig valaminek a kezdete. És hát legint valami el fog kezdődni, tehát mi megünnepeljük ezeket a jubileumokat, de folytatjuk tovább.
és rengeteg az előkészítési munka, nagyon nagy apparátussal készülünk, több mint 3 órás koncert lesz. Vicky Dágyoszi szakmában eltöltött 50 évéből 25 volt a rock and roll, 25 volt a színház és musical szerepei, komoly szerepei, Madách Színház is sorolhatnám. Úgyhogy úgy lesz a koncert kialakítva, hogy az első részében Gyuszinak a musical szerepei, valamint P-Box, MHV zenekara, Dinamit, ezek a dalok lesznek összerakva, szimfonikus zenekarra, rock zenekarra megcsinálva, szépen fölépítve a színház látogató közönségnek elsősorban. Utána lesz egy szünet, és a szünet után pedig a Mobilmánia TRB emlékezés Tunyogi Péterrel, Vicky Dágyoszival együtt, és a Mobilmánia új lemezéről is, és az összes P-mobil múltunkat eljátszuk egy közel 2 órával. Úgyhogy én azt gondolom, változni fognak a színek, szimfonikus zenekar az első részben itt lesz, a második részben ott lesz, tükrök, lettfalak, játszani fogjuk a honfoglalást, és azt hiszem, hogy minden olyan dal elhangzik, ami nekem 40, Gyuszi 50 éves együttműködésünkre, illetve a szakmában eltöltött évtizedeinkre jellemző lesz. Életed során számos díjat, kitüntetést kaptál. Mire vagy a legbüszkébb? Hát én most augusztus 20-án kaptam a Magyar Érdemkereszt aranyfokozatát. Én nekem ez rendkívül jól esett. Én mikor ezt meghallottam, én el sem akartam hinni. Szóval az, hogy az elmúlt 40 évemet így díjazzák, ez fémjelzi azt, hogy túl kellett azt a 4 napot élni. És mindig azt mondják nekem, hogy azért kellett életben maradjak, mert nekem még van dolgom a Földön, van tennivalóm. Hát azóta rettenetes sok volt idáig, az biztos, és én még most is szeretnék azért sok mindent a Mobilmániával elérni. Mik a terveid? Szeretnénk az európai klubokat végigjárni, tehát kijutni Németország, Svájc, Ausztria, Anglia, főleg az angolokhoz szeretnénk Londonba és környékére kimenni a zenekarral. Van egy tervünk, hogy Amerikába elmenni, akár egy unplugged műsorral, akár egy komplex műsorral, ez még szervezés alatt áll. Ezt még nagyon szeretném. És természetesen, amíg létezünk és vagyunk, mindig 2 évente egy új lemezt készíteni. Most elkészítettük az új lemezünket Vándorvér címmel. A címen is rengeteget gondolkoztunk. Hát egyszerűen hihetetlen, 80-90 ötletből szavaztuk meg, és ez dobta a sors. Ez is elkészült, és egyelőre ennyi. Az, hogy többet szeretnék foglalkozni a családommal most már igazán, mert amikor a leukémia előtt én 20 évig nem voltam szabadságon. Tehát 20 év az nagyon hosszú idő. 20 évet végig dolgozni úgy, hogy egyfolytában csak dolgozni és részt venni mindenben, és azért minket érnek fizikai behatások, ugye az utazások, a koncertek, meg nagyon-nagyon sok lelki behatás. Jó vélemény, meg hát kim vagyunk a kör közepén, a placon, a rossz, a gonoszság is néha valahonnan elindul, és azok is így lecsapódnak bennünk, illetve vissza, rólam például visszapattannak, mert borzasztóan nem érdekel. Ezeket azért elég nehéz kezelni, és én azt is gondolom, hogy ez a rákos megbetegedés, a leukémia, az általában lelki problémákból adódik. Nekem nagyon-nagyon sok volt a Tunyogi Rock Band del való zenekarvezetési feladat. Én megszakadtam ezért, ezt nagyon jól tudja mindenki, és nem mindig azt vártam, hanem nem mindig azt kaptam, amit kapnom kellett volna, vagy amit reméltem. De csináltam. Végül a leukémia lett. Úgyhogy hál' Istennek kimásztunk ebből az egészből, és ami a legeslegnagyobb élmény az életemben, hogy 1,5 éve megszületett az unokám, úgyhogy most már nem csak apa vagyok, hanem nagyapa is vagyok. Nap mint nap beszélgetünk Viberen keresztül, mert sajnos ők külföldön élnek. Ami részben jó, részben nagyon nem jó. Én nem vagyok a híve annak, hogy Magyarországot többen elhagyják, és lányommal is beszéltem, hogy amint lehet, jöjjenek haza, minél hamarabb. Én azt gondolom, hogy itt születünk, ez a mi hazánk, itt kell teljesíteni, és ezt kell rendbe tenni. És akkor nem kell innen elmenni sehova.